A KDNP azt mondja, csökkent a szegénység. Ezzel szemben a baloldal azt mondja, hogy nemhogy csökkent volna, tovább növekedett a szegénység, amellett, hogy Magyarország Európa második legszegényebb országa, és az MSZP még azt is látja, hogy a Fidesz kormányzás alatt 50%-kal nőtt a dolgozói szegénység. Hát azért itt vannak állítások egymással szemben. Hogy ne, hadd kezdjem azzal, hogy aki szegénységgel foglalkozik, annak nem szabad hivatalnokként, hanem mindenképpen emberként kell közelíteni ezt a kérdést. Tehát egy politikus az igaz, hogy rendszerben gondolkodik, de mindig látni kell az embert, aki szegény. A statisztikai adatokat különbözőképpen lehet értelmezni és számítani is. Hadd mondjam el, hogy a legbevettebb szokás Európában is a szegénységi küszöb mérésére az a fogyasztói egységre viszonyított jövedelem, ami a medián jövedelemnek a 60%-a, ez a küszöb. Tehát leginkább a jövedelmi szegénység az, ami szempontot jelent. Na most azt is el kell mondanunk, és ez azt hiszem, hogy egyértelműen cáfolja az előbbi kijelentést, hogy Magyarországon ez 14%-os, míg az európai átlag 17%. Tehát nehezen jön ki itt a egyik legszegényebb ország jelzője. Ugyanakkor nyilván a cél mindig az, hogy a szegénységet minél inkább leszorítsák. Hát teljes mértékben megszüntetni azért viszonylag nehéz. Ahogy említettem, a jövedelmi szegénység mérése az egy relatív számot eredményez, hiszen ez a medián jövedelem, ez változik az átlagos jövedelmi változásokkal. Na most, ha valakinek mondjuk 200 000 forint a jövedelme, a medián az, teszem azt, 300 000 forint, akkor ez a 200 000 fölötte van a szegénységi küszöbnek. Ha változik a medián, mert a bérek növekedtek, akkor viszont alatta lesz, tehát a szegénység aránya megváltozik. De azt gondolom, hogy sokkal fontosabb mérés az, vagy szempont, hogy milyen kormányzati intézkedések történtek, amik enyhítik azoknak a nehéz helyzetét, akik szegénynek nevezhetők. Akkor nézzük az egyiket, a foglalkoztatás növelése. A kormány az elmúlt időszakban is azt hangsúlyozta, hogy nőtt a foglalkoztatottak száma, ezt a KSH adatai is alátámasztják. Ugyanakkor az ellenzéki vélemény szerint mindez annak köszönhető, hogy a közfoglalkoztatott adataival kozmetikázzák ezeket a jelentéseket. Hát nagyon egyszerű, a számokból minden kiderül. 670 000 körül van az a növekedési szám, ami az utóbbi években történt, és körülbelül 200 000 a közfoglalkoztatottak száma, tehát az egyharmadát sem teszi ki ennek a növekedésnek. Mi a cél a közfoglalkoztatottak létszámának növelése? Minél több embert beemelni akár ilyen módon a munkaerőpiacra, vagy azok számának is úgy a csökkentése, hogy a versenyszférába valamilyen módon átjuttatni? Az eredeti célkitűzés a közfoglalkoztatásnál az volt, hogy azok, akik segélyből éltek, azok most munkajövedelemből éljenek, hiszen ez a dupláját jelenti, mint jövedelem. Másrészt pedig, hogy kerüljenek vissza lehetőleg minél többen a normál munkaerőpiacra. A számítások azt mutatják, hogy 10 000-es nagyságrendű a visszatérők száma, de egész biztos, hogy lesznek olyanok, akik mindig csupán ennek a foglalkoztatási formának a követelményeinek tudnak megfelelni. Ennek mi az oka? Hát ez a több generációs munkanélküliség. Képzelj el, hogy valaki beleszületik egy családba, és nem látja az onnan kivezető utat, mint mintát. És nem találja meg azt a kitörési pontot, ami számára éppen a foglalkoztatáson keresztül jelenne meg. De lehet, hogy valaki olyan régióban él, ahol kevés a munkalehetőség. Tehát sok oka van annak, hogy valaki a közfoglalkoztatásra alkalmas. Ha már ez szóba került, Magyarországnak vannak többszörösen hátrányos régiói, megyéi. Hogyan lehet ott akár a szegénységet, a foglalkoztatást, a gyermekéhezést olyan módon csökkenteni, hogy azt hosszantartóan is élvezzék az emberek, érezzék az intézkedések hatásait?
Hát nézze, mondjuk a gyermek éhezésre tudunk mondani, és majd erre visszatérek, általános, mindenkire érvényes szabályokat, de egy hátrányos helyzetű térségben a munkalehetőség biztosítása a legfontosabb cél. Na most ez történhet a különböző infrastruktúrális beruházásokra, például útépítéssel, hogy oda cégek települjenek. Történhet különböző forrásoknak az átcsoportosításával, tehát sok elsősorban gazdasági eszköz áll rendelkezésre, és természetesen itt a gyermekéheztetés, amire kérdezett, az is nagyobb mértékben kerül alkalmazásra, mint máshol. A gyermekétkeztetésről azért, ha már szóba került, hadd mondjam el, hogy addig, amíg 2010-ben 30 milliárd forintot költött az állam erre a célra, most 67 milliárd forint a költségvetésben az e célra fordított összeg. Sőt, a nyári gyermekétkeztetésre 7 milliárd forint van, de 5 év alatt háromszorosára emelkedett az óvodai étkeztetésnek az összege is. Ezt egészíti ki az ingyenes tankönyv ellátás, ami a gyerekek kétharmadára már vonatkozik. Hát a 2017-es adócsomag is olyan egyébként, ami jóval több pénzt hagy az emberek zsebében. Ugyanakkor kérdés, hogy mondjuk a szegénységben élő családok, ahol több gyermek van, és akár több generáció él együtt, mennyiben tudják mindezt kihasználni, mekkora segítség ez számunkra, illetve számíthatnak arra, hogy a támogatások köre, illetve azok mértéke nő? Hát akkor nézzük talán azokat az indirekt eszközöket is, amivel a szegényeket tudjuk támogatni. Említettük itt a közmunkaprogramot, aminek az összege most, ha megnézzük az idei emelkedéseket, akkor azt kell mondanom, hogy 81.530, illetve a középfokú végzettségeknél 106.555 forint, tehát a segélyhez képest egy jelentősen nagyobb összeg, nem beszélve ennek a mentális hatásáról. De ha még folytatjuk a több gyermekes szegény családoknak a juttatását, akkor itt ki kell emelni hosszú távon az indirekt eszközöket, például a rezsicsökkentést, a közmunka programokat, az iskolai étkeztetést, az ingyenes tankönyvet, ha volt devizahiteles tartozásuk, annak a rendezését, és azt hiszem, hogy sokáig tudnánk folytatni, például a karitatív szervezetek tevékenysége, amit az állam támogat. Családi pótlék emelésére lehet-e számítani a jövőben? Amikor a családtámogatásokat nézzük, akkor elsősorban a munkajövedelemhez kötött támogatás az, amit folyamatosan emelünk. Gondoljon arra, hogy a két gyermek után járó támogatás ma már 10.000 forinttal több, mint két évvel ezelőtt volt, és ha három gyermeke van valakinek, akkor ez az adó kedvezmény 99.000 forint havonta. Na most itt megemlíteném azt, hogy a közmunka kapcsán gyakran az ellenzék felhozza azt az ellenvetést, hogy hát miért nem adómentes ez a jövedelem. Akinek gyermeke van, annak gyakorlatilag adómentes, mert megkapja rá a gyermekek utáni adókedvezményt. Már csak egy nagyon rövid gondolat. Nem segítene az a szegénység felszámolásán egyébként az, amit az ellenzék is most már jó néhány éve javasol, hogy be kellene vezetni az alapjövedelmet? Az az érve az alapjövedelem bevezetését szorgalmazóknak, hogy ezzel kiváltható lenne a többi szociális juttatás. Ez így igaz, egy probléma van ezzel, hogy ennek a célzottsága nem megfelelő, hiszen nem késztet munkára, mert azt mondja valaki, hogy nekem az alapjövedelem biztosít egy minimális életszínvonalat, és ez nekem elég. Én úgy gondolom, hogy amikor a közmunkaprogramot bevezettük, annak egyik célja, ahogy említettem, a normál munkaerőpiacra való kivezetés. Ezt nem szolgálná az alapjövedelem. Frakcióvezető úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.